Kedves nézőink, az elmúlt szombaton rendezték meg a hagyományos Csingervölgyi Tökfesztivált, ahova mi is ellátogattunk. Kérem, tartsanak velünk! 8. alkalommal szervezte meg a Tökfesztivált a Csingervölgyi Egyesület a Bercsényi iskola torna termében szeptember 26-án. Milyen volt a látogatottság? Be kell menni és meg kell nézni. Én azt gondolom, hogy sokan jöttünk össze. Annak ellenére tele van szinte a terem, hogy már sokan el is mentek, hiszen az első fellépőink óvodások voltak, és az őszüleik, illetve a gyerekek egy része már hazament. Sokan vagyunk, hál' Istennek. És vegyes a korosztály. Kik voltak a fellépők? Ahogy elmondtam az előbb már, két óvodás csoporttal kezdtünk, a Hétszínvirág óvoda kicsinyei voltak, itt nagyon-nagyon ügyesek voltak, utána váltottunk egy nagyot, és egy nyugdíjas, többnyire nyugdíjas korú csapatot láttunk, és vártunk is egy másikat, de sajnos ők lebetegedtek. A jubiláte kórus énekelt aztán így a kicsik után, és fergeteges jó hangulatuk volt. Nekik is ilyet csináltak a közönségnek. Jókedvű énekük, azt gondolom, hogy egy üde színfoltja volt ennek a délutáni műsornak. Aztán tökös ügyességi versenyek voltak a gyerekeknek, és az egész délután ilyetén módon ilyen tökkel való tevékenységről szól, hiszen tök magból képet készíthetnek a gyerekek. Megszerveztük a tök szépségversenyt, mindenféle tökök vannak, kicsik, nagyok, érdekesek, és a gyerekeknek ilyen játékos ügyességi versenyeket is szerveztünk, illetve lehetett a második emeleten lőni, tehát a tök kupa is megvalósult, annak ellenére, hogy az eső majdnem elmosott itt sok mindent. Most éppen a Dynamic Rock'n'Roll versenyzői szerepelnek, előttük pedig az Ilcsi Dance Tánc Klub táncosai adtak műsort. A végén egy bál jellegű program lesz, a Crazy Jam Band. Ők hányadszor szerepelnek ezen a rendezvényen? Harmadszor vannak Csingerben, és az apropó, aminek kapcsán egymással találtunk, hogy úgy mondjam, hogy az énekesnőjük Csingeri, és nagy sikerük volt az első fellépésnél, innentől fogva most már ők úgy tűnik, hogy tartós vendégeink erre a rendezvényre. Tök faragó versenynek nagy sikere volt a gyerekek körében. Milyen alkotások születtek a tökökből? Hát ott sorakozik körülbelül 14-15 különböző lámpás, úgy látszik, hogy a lámpás volt számukra a legvonzóbb, de látunk tök hajót, tök házikot, a gyerekek fantázia kimeríthetetlen. A rengeteg tököt ki ajánlotta fel? Hát ezt most nehéz lenne felsorolni, és egyáltalán felsorolni, hogy kik támogattak bennünket. A tök kiállításra minden évben a legtöbb tököt egy csingeri, most már így mondom, hogy volt csingeri lakos, Zsámboki Csaba hozza, ő mindig jön egy utánfutó tökkel, és nagyon érdekesek ezek a termények, amiket ő itt bemutat a közönségnek. Magánszemélyektől kaptuk többnyire, többet kaptunk a Bódéról, de volt, aki Városlődről hozott tököket a kiállításra. Hogyha vége lesz a Dynamic műsorának, akkor eredményt hirdetünk a tökfaragó versenyben, a tökképkészítésben, illetve a tök szépségversenyben, hogy úgy mondjam, és kisorsoljuk a felnőtteknek szánt tombolákat is. Tök szépségversenybe minek kell megfelelni egy töknek? Hát tulajdonképpen a szépséget én idézőjelbe tenném, mert kerestük a legkisebb, a legnagyobb, a legérdekesebb tököt, aztán az érdekessége lehet, hogy a hossza lesz, lehet, hogy olyan a felülete, vagy olyan a színe, ez majd a zsűri döntésén múlik. Tombolában miket nyerhettek a szerencsések, valamint a gyermektombolának kikészítette a főnyereményét? A gyerektombola főnyereményét Szimeiszterné Annika készítette, egy csodaszép tökös tortát, hogy úgy mondjam. A Bodé Nosztalgia Nyugdíjas Klub vezetője, ezúton is nagyon szépen köszönjük neki. A felnőttek tombolájánál szintén jó pár támogatónk volt. Hát itt van olyan nyeremény, ahol két szép értékes karóra van, egy párnak való órák, hogy úgy mondjam. Kaptunk utazásra, egy prágai utazásra egy támogató jegyet, illetve mozi jegyet, tehát sokféle az ajándék. Hányan dolgoztak, és mennyi ideig azon, hogy itt minden rendben menjen? Hú, hát ezt én nem számolom ki. Az biztos, hogy a Tökfesztivál szervezése augusztusban elkezdődött, hiszen ahhoz, hogy a programot összeállítsuk, kit szeretnénk látni, meghívni,
programokat tudjunk egyeztetni, hogy el tudnak-e jönni, lefixáljunk mindent, ez időbe tellett. Viszont egy valamit szeretnék elmondani az Egyesület minden egyes tagjának és támogatójának. Nagyon köszönöm a segítséget, a munkát, és amit még szeretnék kiemelni, hogy nagyon köszönjük a szakképzőiskolának ezt a lehetőséget, hogy most már harmadszor, negyedszer a tornatermüket vehettük igénybe, mert azért szeptember végén egy ilyen rendezvényt szabadtére szervezni bizony elég rizikós dolog, és itt mi most már hosszú idő óta otthonra leltünk, és ezúton is köszönjük.